Hát szeretettel üdvözlök mindenkit, újra eltelt egy hét, egy igen sűrű és pörgős hetünk volt. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy vlogosnak ez igazán videóanyagokkal dús hét volt. Nos, hát először is kezdeném az időjárással. Képzeljétek el, hogy a héten megdőlt a meleg rekord, de nem olyan módon, hanem rendesen hőmérsékleti meleg rekord, mivel a 49 fokot mértek Paramatán, ami elég sok. Ami elég sok. Mi itt nálunk csak 43 fok volt, ja, a napközben 2 órakor, és olyan stabilan 7 óráig meg volt a 35 fok. És ez az egész héten ilyen volt az időjárás. Az egyik barátom Magyarországról küldte a Facebook üzenetet, hogy Máté, itt az M1 bemondta, hogy Ausztráliában eközben megdőlnek a melegrekordok. Hát mondom, akkor ha az M1 már bemondta, akkor az tényleg úgy lehet. Nos, azzal kezdeném, amivel befejeztem az előző videót, az internet és tévé szolgáltatásokkal. Körülbelül egy másfél hónapja kezdtük el már nézegetni, hogy mi a stáj Ausztráliába. Másfél hónapja már kiválasztottuk a szolgáltatót a nekünk legmegfelelőbbnek. Az úgy nézett ki, hogy 70 dollár havonta, az internetért és a tévéért, plusz így van, mert 70 dollár havonta, 200 az elindítás, hogy elindítod, beszerelési költség nélkül, mert ez egy ilyen csomagba adták. Ez volt a legolcsóbb. Az úgynevezett Dodós TV csomag, TV internet szolgáltatás, és másfél hónapja rendeltük meg, és képzeljétek el, hogy mára érkezett meg a TV box, egy ilyen picike kis doboz, és benne kábelek. Na minden, megmutatom, hogy hogyan néz ki. Szóval így nézett ki ez a csomag, olyan, mint az eBay lett volna, de nem. Ami benne van pedig a Dodo TV by Fetch, amiben egy fekete doboz van, de ez nem a repülőgépről. Benne van egy kis remote control. Aztán bénáztam a kinyitásra, de képzeljétek, a piros részében kemény kettő darab elem volt. Még a másikba, a lilába, maga a Jedi erő volt benne, a power. Bénáztam egy kicsit a kinyitásával, de végül eljöttük a célunkat és kibontottuk. De sajnos még nem működik. Ez érkezett másfél hónapon keresztül, és még az internet még nincsen bekötve, tehát az még egy hét szerintem. Reméljük, nem több. Nagyon krucifixes. Úgyhogy meg kell választani, milyen szolgáltatót választasz, mivel lehet, hogy ez a legolcsóbb volt, de nyilván másfél hónapot nem akar várni az ember, hogy bekössen, mi ezt nem tudtuk. Legközelebb, hogyha mondjuk valaki akar, ne szándékozna ide kijönni, akkor ezt vegye figyelembe, hogy ne a Dodósat választja. Lehet, hogy attól még sebesség az internetnek jó, meg minden, de azért vegyük figyelembe már a beszerelést. Na, hétnek a legcsúcspontja, kérlek szépen, a Palm Beach, mivel a kedves kis családommal egy kiruccanást tervezzünk végre, és vasárnap eljutottunk a Palm Beachre, mivel az Ausztráliának az egyik legszebb strandja, még a leghíresebb Bondi Beach-et is maga mögé utasítja. Micsoda kifejezés. Ott voltunk a Palm Beach-en. Valami gyerekek, csináltam egy kis filmet, nézzétek meg örömmel, nagy kedvel. Tehát kaptok tőlem egy kis ízelítőt, hogy milyen is volt ez a kis túra, és akkor majd a végén beszélek róla. Hajrá! Thank you.
amikor felértünk a tetejére, én ott voltam, hogy ilyen nincsen. Ez nem. Ilyen nincsen az életben, hogy valami ilyen gyönyörű legyen. Egy szóval, meghökkentően nagyon jó. Úgyhogy fenn a kilátóban, amikor végeztünk, tök jól lebarnultunk, érted? Meg volt a feeling, a túrázás, és akkor ott a gyönyörű szép beach, és akkor odamész, kikölcsönzöl egy kajakot. Ez a kajak bérlés került 60 dollárba, ugye három főre, egy órát szabadon evickélhettünk. Annyira jó érzés volt, és valami gyönyörű szép a víz, olyan tiszta. Balatonnál is tisztább, de a Velencei tónál is tisztább. Olyan jó érzés volt kajakozni, most először ültem be ilyen csónakba, és hát Rebekával kerültem ugye össze, mert anya nem akart, ő félt, apa meg az egyes csónakba volt, és hát így, mint a családnak az egyik legsportosabb embere, emberét választotta a kedves testvérem. Hát, ugye Rebeka nem annyira edzett, mint én. Hát meg kell, hogy mondjam, kicsit éreztem a vállamat a vége fele, hogy már azért akár Rebeka húzza te is. Tehát, hogy beértünk a víz, a nyílt vízre, hogy az öböl már nem fogta a vizet, ugye a szél belekapott a vízbe, és olyan hullámok voltak, hogy komolyan mondom, egy picit féltem, hogy most el fogok fáradni, akkor minket ott bevisz az óceánba. De hál' Istennek nem volt ilyen, hogy összeszorítottam a fogamat, úgyhogy húztam neki. De tényleg olyan volt, hogy olyan hullámok voltak, hogy leszúrtam, és mintha levegőbe szúrtam volna, mert akkor jött egy hullám, és mintha nem is tudtam volna menni. A másikon meg közben tudtam, és akkor így fordultunk egyet. De a végén ugye már öböl részére értünk, és akkor már egyenesbe tudtam, és akkor mentünk kifelé, de utána már nagyon lighty volt, ahogy a videóban is láttátok. Szóval ez a vasárnapi nap, ez valami gyönyörű szép volt, és kellett ez már egy kicsit, hogy felüldül valamit lássál Ausztráliában, mert eddig még nem mentünk el így kirándulgatni, így komolyabban. Kikapcsolsz egy picit, és nagyon-nagyon jó. Egyébként a túra ugye az ingyenes volt, nyilván, de ezért a kajakért fizetni kellett, de megérte, komolyan mondom, ide jöttök, próbáljátok ki, komolyan, vagy otthon, bárhol, de nagyon jó. Hát ez a Palm Beach tőlünk egy olyan 44 kilométerre van, ami egy másfél, egy és három órás kocsi út. Aztán egy pár szót hadd mondjak, amit a videóban is láttátok, a Harbour Bridge-en mentünk át keresztül, az a híd, amit láttok, az a nagy vas híd, az a világon a legnagyobb vas szerkezetű hídja, ami 1150 méter hosszú, 134 méter magas, és 8 sáv autóút van benne, plusz még az egyik oldalt a vasúti sínek, vagy hát dupla nyilván, és a két oldalt még biciklis sávok és gyalogos sávok. Külön iparág épült erre a Harbour Bridge-re, mivel a tetejére visznek fel turista csoportokat, kérlek szépen kemény 300 dollárért, azaz 65 ezer forint környékén visznek fel oda, és nem vihetsz fel semmiféle fényképezőgépet, csak ők fényképeztetnek ott fenn, nehogy lejtsél valamit, kamerát vagy valami telefont, és overába is öltöztetnek be, le ne essen az autósokra, mert ugye hát az Archimedes, vagy mit tudom, egy Periklész törvénye alapján azért az nagyot üt. Ugye mindig mondom nektek, hogy írjatok kérdéseket, ötleteket, valamiket, megjegyzéseket, és képzeljétek el, hogy két hete nem publikáltam azt az üzenetet, mert nem úgy gondoltam, jobb lenne, ha az illető is beleegyezik, de nem volt rá időm, hogy írjak neki. Na, szóval ez az illető, meg kimondom a nevét, Ernő, magyar testvérünk, írt nekem két hete, hogy ki fog jönni majd Ausztráliába, és szívesen találkozna velem, meg hogyha van valami dolga, vagy valami, akkor összefutatnánk. És akkor írtam neki egyből, hogy jó, oké, persze, oké. És én meg úgy gondoltam, hogy tudod, ez valami fél év, vagy valami hat hónap. Aztán megyek be a melóhelyemre, megadtam a Ernőnek a címet, munkahelyemnek a címét, és akkor megyek be a fizetésemért a melóhelyre, és akkor elkérem, megyek a vasútra, és akkor majdnem felszállok már a vonatra, konkrétan jött a vonat, és akkor hív a főnök, hogy Máté, valakit keresték, mondom, engem, mi a adóhivatal, vagy mi a bevándorlásiak, vagy mi az Isten. És akkor mondja, hát odaadom a telefonon, jó, add oda. Beleszól az Ernő, szia Máté, Ernő vagyok, ó, mondom, Ernő, ajajajaj, azt hittem már valami komolyabb. Úgyhogy fogtam magam, aztán rohantam vissza oda a kávézóhoz, és akkor beültünk egy kajádába, aztán jót beszélgettünk. Ja, úgyhogy megkértem az Ernőt, hogy mondjon egy pár szót, hogy hogyan talált meg az egész történetet, hogy ez hogy alakult ki. Úgyhogy hallgassátok meg!
És hogy találtál rám? Elmondanád a nézőknek? Szia Máté! Be volt tervezve, hogy Sydneybe utazom, és mondom, a nézek egy videót a technika segítségével, hogy közelebb jussak, hogy ha például leszállok a reptéren, akkor hogy jutok be a belvárosba. Nézegettem ott a videókat, és akkor láttam, hogy Máté is készített ilyeneket utazásról, ahogy Budapestről jött Sydneybe. És nagyon szimpatikusnak találtam a srácot, főleg hogy a végén oda volt írva, hogy ha akarsz valamit, akkor írjál nyugodtan e-mailbe, valamint hogy valami kérdést, meg ilyeneket. És akkor írtam neki, eltelt 3 perc, és válaszolt. Nem mondom, nagyon szimpatikus, tényleg jól esett. Ha Sydneybe járok, föltétlen fölkeresem. Ez olyan jól sikerült, hogy bejöttem a munkahelyére, mondják, hogy most nincs itt, de szólunk neki. 2 utcával arrább volt, rögtön idejött, ebédeltünk egy finomat, sőt, meghívott, ő fizette az ebédet. De nem csak ezért, de tényleg nagyon szimpatikus rász. Úgyhogy örülök nagyon, Máté, hogy találkoztunk. Fiat! Úgyhogy ezért mondom, hogy írjatok üzeneteket, mert szívesen válaszolok minden kérdéseket, úgyhogy nyugodtan írjatok nekem. Ernő a élő példa rá. Na, hogyha már itt témánál vagyunk, akkor nézzük meg a kérdez, felelek, válaszolok rovatot. A héten egy kérdés érkezett kedves magyar barátomtól. Nézzük is meg. Kedves Máté, már az elejé óta nézem videóidat, és feltűnt, hogy Ausztráliában különböző nációk találhatóak. Indiák, magyarok, latin, stb. Stb. Az első kérdésem az, hogy román emberrel találkoztál-e már kín, és ha igen, milyen kapcsolat alakult ki kettőtök között. A második kérdésem pedig az lenne, hogy mennyire tudsz kint büszke lenni arra, hogy magyar vagy, és milyen megítélése ott az embereknek, ha megtudják állampolgárságot. Válaszodat, köszi, hajrá Maroshegy! Halász Kristóf Gergely kollégám, kérdésedre válaszolva pedig azt mondanám, hogy igen, találkoztam már itt kint román állampolgárral, de az nem teljesen ízig-vérig román kisbetűvel, MJ, a Félix szíriai, Félix pedig román állampolgárú. Ővele találkoztam eddig a 3 hónap alatt, másokkal úgy, komolyan mondom, nem. Rengeteg cigánnyal találkoztunk, ugye az indiaiak, ugye azok cigányok, az nagyon sok van, de úgy román, echte román, olyat nagyon-nagyon ritkán látok, ugye csak az MJ volt az, akivel itt találkoztam. Tom is látott, megkérdeztem, ő is csak egy hölgyel, kedves hölgyel találkozott, de az is már félvér volt, tehát nem igazi román. Erdélyivel viszont találkoztam a kávézóba. Képzeljétek el, hogy egy erdélyi magyar barátunk jött be a kávézóba, és törzsvendég már, és nem tudtam, hogy most ez törzsvendég, és mindig angolul beszélek hozzá, mondom, okay, akkor most kicsit mélyítsük a témát, és kérdezte, hogy honnan származok. Hát mondom, találgassa, mondom, az akcentusodból az jön ki, hogy olasz, mondom, közel van, de magyar vagyok. És akkor magyar, és akkor megszólalt, hogy ó, te is magyar, akkor én is magyar. És akkor elkezdtünk beszélgetni, tehát csak erdélyivel, románnal nem. Aztán a második kérdésed pedig a válaszom az, hogy igen, én büszke lehetek arra, hogy magyar vagyok itt kint Ausztráliában. Számos próbanapon és hát melóban is vállaltam állampolgárságomat. Tapasztalatom az, hogy mosolyogva mondják, hogy magyar, van egy barátom, aki blablabla, bla, bla, és csak pozitívokat mondanak a magyarokról, hogy szeretnek dolgozni, szorgalmasak, aranyosak, jószívűek. Tehát az ausztráloknak mi bejövünk, nekik mi tetszünk, így személyiség, állampolgárság, tudják. Néha nem tudják, hol van Magyarország, Dél-Afrikába helyezik el, vagy Dél-Amerikába. Tehát inkább a Dél-Amerika környékén helyezik el Magyarországot, de ilyenkor nagyon udvariasan utasítom őket, hogy nem, rosszul tudod, az kérlek szépen Ázsiába van. És akkor mondják, hogy Franciaország, London, mondom, igen, pont, kicsit azért távolabb, de jó helyen kapizsgálsz. Úgyhogy remélem a válaszom kielégítette a kérdésedet. Köszönöm szépen, hogy írtál. Kérlek szépen titeket, hogyha van bármilyen kérdésetek, vagy javaslatotok, ötletetek, Ernő példájára, ha jöttök ki Ausztráliába, csak írjatok nekem nyugodtan az alábbi e-mail címen, a kérdéseket meg az egyéb dolgokat is erre az e-mail címre küldjetek. Én pedig egy hét múlva meg fogom válaszolni a következő videóba. Addig is legyetek jók, és egy hét múlva találkozunk. Sziasztok!